kisebb lélekszámú települések életében mindig fontos szerepe van egy falunapnak. A szeptember elejé falunapoknak pedig különösebb jelentés is jut. A nyári hónapok lezárása, az ősz szüreti időszak elkezdése. Gyulajon sem tartották ezt másként, igaz, a faluban főként a nyári hónapok lezárására fókuszáltak a falunap megrendezésével. Gyulai falunapon először is a megnyitó után, akkor kezdődik a Roma Nemzetiség Önkormányzat átadja a különböző díjakat. Itt voltak fotballmeccsek délelőtt, meg a főzőverseny, elég sokan részt vettek benne, úgyhogy nagyon szép számmal érkeztek a meccsre is, meg a főzőversenyre, meg a gyerekeknek a ilyen iskolakezdési támogatást a Roma Nemzetiség Önkormányzat is külön adott. A település polgármestere kiemelte, mindig különleges figyelmet fordítottak arra, hogy az ott élőknek megteremthessék a megfelelő életkörülményeket és jól érezzék magukat Gyulajon. Selmeci László azt is fontosnak tartotta, hogy egy ilyen alkalom mindig remek lehetőség arra, hogy a faluban élő családokat közelebb hozza egymáshoz. A gyulai falunapot most már évek óta megrendezik. A polgármester szerint az egyre növekvő látogatók száma is azt bizonyítja, hogy jó kulturális programokat szerveznek a településen. Azért rendeztük ezt az egész napot, hogy tényleg itt az embernek legyen egy kis szórakozásuk, kikapcsolódásuk. Most az időjárás kicsit délelőtt beleszólt ebbe, de most a délután úgy nézem, hogy talán velünk lesz. Most már az időjárás is, szerintem egy nagyon jó napnak fogunk elébe nézni, és a záráskor is tényleg tudjuk zárni, hogy kiválóan sikerült ez a nap. Még most már pár éve igen csináljuk ezt a falunapot, és tényleg elég jó sikere van, és tényleg jó az emberek egy kis kapcsolódás, egy kis szórakozás, mert ilyesmi kell tényleg ebben a rohanó világban, valami ilyesmi is kell azért. A polgármester még azt is hozzátette, a nagyobb rendezvények szervezése az első lépés jelenti a kis település életében. A polgármester még azt is hozzátette, a nagyobb rendezvények szervezése az első lépés jelenti a kis település életében. A falvak fejlesztésére létrehozott Magyar Falu program felkínált olyan pályázatokat, amire a település be is nyújtotta az indulást, hogy fejlesztéseikkel élhetőbbé tegyék Gyulajt. Az önkormányzat most pályáztunk, volt itt különféle Magyar Falu programban, itt elég sok pályázatot kiírtak, és pár pályázatot pályáztunk, például a közösségi háznál, művelődési háznál helyi identitás tudatnak a fejlesztésére és megtartására erre pályáztunk. Orvosi rendelő felújításra szintén pályáztunk, és most volt még ilyen, hogy az utak, a belterületi utaknak a karbantartása meg felújítására, mert azért ugye az útjaink nem lehet vele dicsekedni, elég rossz állapotban vannak, és azokat szeretnénk még mindenképpen felújítani. És még egy pályázatunk be a belterületi közterületeknek a karbantartására kiírt eszközökre a pályázatot, azt is beadtuk. Most várjuk az eredményeket, remélem, hogy sikeresek lesznek ezek a pályázatok. És utólag adtuk be még az óvodai külső játékoknak a pályázatát, azoknak a felújítását és cseréjét. És szeretném még azt hozzáfűzni, hogy benne vagyunk ebbe a 33 magyar faluba, akik előnyt élveznek, eddig a Roma felzárkóztatásra koncentrálva, úgyhogy remélem, hogy tényleg sikerülnek ezek a pályázatok, és minél több mindent meg tudunk valósítani, hogy jobb élet legyen itt ebbe a kis községbe is. A falunapon 10 hátrányos helyzetű diák kapott iskolakezdési segítséget, valamint ösztöndíjat kiváló tanulmányi eredményeikért.